2018-ban elszakadt az Achilleszem, aztán gyógytornára kellett járnom, jó pár hónapig. Aztán később a fiam, aki nagy ambíciókkal rendelkezik a labdarúgás területén, egy erőlléti edzőt keres, és úgy találtam meg a Robit. És az első lábedzés után nem bírtam hazamenni igazából. Két napig nem bírtam járni, anizolázom volt. De aztán annyira fejlődött az ő edzéseivel, hogy ezt a lábfeszítő gépet itt két hónap múlva kiírnak. 150 kilóban 31. Mai napig szerintem az a legjobb itt a teremben. Máshol megmondják, hogy csináld ezt a géppel, és mondjuk 12-t, beállítja a súlyt nekünk, és akkor csináljuk, semmi más nem tudok róla. Akkor elő is fordulhat, hogy fejlődik az ember. A Robinak viszont elmagyarázza, hogy ha lassan csinálják a gyakorlatot, akkor milyen izomtónus, ha gyorsan, akkor milyen izmok működnek. Akkor ha sokat csinálom bele, akkor az milyen fajta gyakorlat, és mire jó, ha keveset, mondjuk 6-8, akkor mire jó, ha még kevesebb, akkor mire jó. Azért az élettani hatásait is el tudja magyarázni, és ez így meg is értik, hogy mit csinálok.